Az az igazság, én nem tudom, hogy kaptuk ezt a gólt, egy oldal szabadrúgás volt, állítólag valaki megpattant. Nekünk volt ott zicserünk, ugye a Pölöskei Peti révén. Volt egy véleményes dolog, amikor a Szűcs ütközött a Szakály Petivel, nem tudom, hogy ez nem volt a büntető. Utána ugye kaptuk ezt a gólt, akkor utána megint elkezdtünk támadni, próbáltunk gólt lőni, de nem sikerült gólt. Elment a kapu előtt a labda, belakadt az ellenfélbe. Nem egyszerű ilyenkor bármit is mondani, mert én úgy gondolom, hogy volt az ellenfélnek is helyzet. Természetesen ugye próbáltak kontrákra építeni, de folyamatosan ott voltunk az ellenfél kapujánál, csak nem tudunk gólt rúgni. Minden rossz sorozat megszakad, ez most a Debrecen ellen szakadt meg. Én azt gondolom, hogy amit nyilatkoztam a mérkőzés előtt, hogy mindenki lépjen ki a komfortzónájába és halljon meg a pályán, ezt megtették a játékosok, és az égből is segítettek minket, ebbe biztos vagyok. Nagyon boldog vagyok, de nem múltak el azok a problémák, amik voltak. Ez egy óriási siker, és egy hatalmas lökést kell adni a továbbiakhoz.